Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Kenyeres Dénes, nyugállományú honvéd, alezredes nemzetőrtábornok, akivel legújabb könyvéről beszélgetünk. Ezt követően részletesen megmutatjuk a tegnap megrendezett Bács-Kiskun megye építészeti díja és a Mende Valér díj átadásának ünnepi eseményét. Végül pedig megnézhetik az életműdíjjal jutalmazott Mikulás Ferenccel készült riportunkat. Már is kezdünk. Tegnap mutatta be az 1956-os Kecskeméti Nemzetőr Parancsnokságról szóló legújabb könyvét Kenyeres Dénes, nyugállományú honvéd, alezredes nemzetőrtábornok. Az 1956-os Kecskeméti Nemzetőr Parancsnokság történetét bemutató kötetet a szerző a Kutatók, Alkotók a Könyvtárban című rendezvénysorozat keretein belül ismertette. Vendégünk Kenyeres Dénes, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a Kecskeméti Televízió nézőit! Ugye ez nem egy egyedülálló könyv, hanem ha jól tudom, akkor egy trilógia része, aminek eddig ez a második kötete. Így van, igen, így van. Mi volt az első, és mi lesz a következő? Igen, hát 2 évvel ezelőtt jött meg az 1848-49-es forradalmi szabadságharc tábornokének és törzstisztjeinek rövid életrajza, hőstette és kitüntetései. Most a pandémia idején pedig részint unalmamban, részint pedig alkotástól vezéreltetve hozzáfogtam a mi nemzetőrségünk, illetve összességében a magyar nemzetőrség históriára megírni, és hát a nyárra sikerült is összeraknom a könyvet, és kiadtam. És ugye ez az 56-os történéseket? És akkor most a 20. jubileum könyv, ami jelenik meg az év végén, az pedig Kecskemét, a Rákóczi szabadságharc és Kecskemét. Nyilván belül lesz néhány alfejezete is majd, de az a lényeg, hogy a régiónkról szól és Kecskemétről. Tehát akkor így lesz teljes. Így lesz a három kötet, adja ki majd az én szívem csücskét, a három szabadságharcot. Említette, hogy tavasszal a pandémia alatt kezdte el ezt a kötetet írni. Igen. Hogyan fog neki az ember egy ilyen kötet összeállításának? Hát én azon szerencsések emberek közé tartozva, akik gyermekként 15 éves voltam, amikor az 1956-os népfelkelés ugye kitört, rövid időn belül forradalmi szabadságharca nem esedett. Én ezt gyermekfejjel átéltem, akkor voltam végzős 8. osztályos Szent Királyon. Előtte költöztünk éppen Nagykörösöki Szentkirályra, és az én történelem a tanárom, az én tanárom valamikor a Magyar Királyi Honvédségben is szolgált századosként, és minden nap elmondta budapesti eseményeket, és olyan értékeltesen közölte velünk ott a budapesti forradalmi eseményeket, hogy ez szinte hogy örökre meg magával ragadott, és megmaradt bennem. És ő mondta el a diákoknak, 8. osztálynak is közben, hogy ti megéritek azt, hogy egyszer ez a forradalom, a magyar, ezek az események magyar történelemkönyvekben is szerepelni fognak forradalomként, és igaza lett. Beszéljünk akkor egy kicsit a könyvről. Milyen témákat, milyen fejezetekre osztotta? Igen, hát 5 fejezetre bontottam. Először is hogy taglaltam azt, hogy Magyarországon a nemzetőrségnek milyen históriája volt. Ugyan jól tudjuk, hogy 1848-ban hívták először létre Magyarországon, mint egy 400 ezer személy jelentkezett nemzetőrnek, Kecskemétről mint egy 5-6 ezer fő jelentkezett. Kossuth is lejött ide 1848. szeptember 25-én is toborzó beszédet mondott. Ez még szűk másfél évig funkcionált az a nemzetőrség abban az időben, majd 1918-ban az első világháború végén Kecskeméten szintén létrehozták a nemzetőrséget, mintegy fél évig volt. Ekkor már főleg karhatalmi feladatokra vették igénybe. És a harmadik, a legdicsőségesebb szakasz talán, hogy 1956. október 23-án, 24-e, 25-én ugye létrejött a nemzetőrség. Hivatalosan 1956. október 30-án hozták létre, Király Bélát nevezték ki, Király Béla vezérről, aki előző napokban jött ki a börtönből.
és őt bízták a nemzetőrség szervezésével. És a pesti, főleg a pesti forradalom idején támogatták Korvin köz, meg több települést, több városrészen, kerületekben, de a vidéki nagyobb városokban, sőt a kisebb településeken is megszervezett, Kecskeméten is volt megyei nemzetőrség, és volt városi nemzetőrség néhány hétig. Ma mit jelent a nemzetőrség? Hát ma annyit jelent a nemzetőrség, hogy hagyománya van neki, hagyományokat őrizzük mi is, arra kiképzést nem folytatunk, csak a hagyományozással foglalkozunk, ünnepségeken, nemzeti és állami ünnepeken veszünk részt, kopjavatáson, sőt valamelyik nemzetőr esetleg beszédet is mond róla. A nemzetőrség 1989-ben hozták létre újra, és mintegy 30 év óta funkcionál egyesületként, klubként, hát különböző településeken, kisebb falvakban nem nagyon létezik. És ugye, ha jól tudom, akkor nemrég kinevezték ugye a Honvéd Hagyományozó Egyesület Kecskeméti Szervezetének elnökévé ismét. Igen. Milyen feladatok? Hát ugye két csoportom van, egyik a nemzetőrség, másik a Honvéd Hagyományozó Egyesület területi szervezete. Ennek én vagyok az elnöke most már 6 év óta. Most a tagság, most tartott, október 15-én tartott taggyűlésig, megerősített, bizalmába fogadott ismét. De ezen fölül még a nyáron pedig augusztusban beválasztottak az országos elnökségbe is. Ott 5 tagú vezetőség van, és a nyáron ott delegáltak, és hát azóta országos vezetőségnek a tagja is vagyok. Hogyan készül a következő kötetre? Mikor? Igen, hát nagyon nagy izgalmat csinálom, már számítógépben van az öme, nagyon sok színes képet rakok bele, Rákóczi szabadság, a magyar nemzettudatba beékelődött ez a 19. század második felében, már Petőfiék is kezdték föléleszteni, mert Habsburg monarchia idején nem nagyon illő volt róla beszélni, hogy az uralkodós, és érdekes, hogy Ferenc József is megjelenyült a témába, és úgy vette, hogy a nemzet és a két ország közötti kiegyezés, tehát az országok és a magyarok között nagyon nagy jelentőség van, ha Rákóczit elismerjük felkelőnek és szabadságharcos. Meg ember gyakorlatilag ő is belátta, hogy Magyarország függetlenségét küzdött a Rákóczi vezetésével. Az anyaggyűjtés sok időt vesz igénybe? Hát nálam ez, mivel, már ez kialakult. Igen, mivel ez nekem a szívem csücske a Rákóczi, tehát mind a három szabadságharc, nagyon nagy könyvtáram van róla, gyerekkorom óta gyűjtöttem a könyveket, Rákóczi korabeli pénzeket, fegyvereket és vonatkozó irodalmat, hát egy fél évet azért igénybe vett, mire összeraktam. 248 oldalas lesz, mint egy 180 fényképben megy bele, zömeszínes fénykép lesz. Mikorra várható ennek a kötetnek? Év végén fogom kiadni, év végre megjelenik majd. Ismét jelentkezem akkor majd annak néha. Akkor még ebbe az évben, ugye ez is belefér, akkor mondhatjuk, hogy ez egy termékeny év. Igen, de az is lehet, ugye? Hogy az új évben találkozunk ebbe a témában, majd meglátom. Úgy legyen, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a nézők figyelmét. Három kecskeméti és egy kalocsai építésznek ítélték a Bács-Kiskun megye építészeti díját idén, és első alkalommal adták át a dr. Farkas Gábor építész által alapított Mende Valér díjat is. Az elismerésekkel a Bács-Kiskun megyei építészkamara a minőségi építészet és a minőségi környezet alakítás fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet. A 2020-as év legügyesebb építészei díjazta kedden délután a Híres Agórában a Bács-Kiskun megyei építészkamara. Idén 5 építész vehetett át valamilyen rangos elismerést. Mivel önállóan dolgoznak az építészeink többsége, és nincs mellettük egy másik kolléga, aki le tudná kontrollálni a munkájukat. Ezért nagyon nagy szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy legyen egyfajta elismerés, vagy legyen egyfajta kritika akár, ami megfogalmazódik a munkánkkal kapcsolatban, és ez segít minket abban, hogy hogyan haladjunk, merre haladjunk tovább. Tehát amikor egy díjat adunk át, ugye akkor itt elsősorban a jó dolgokat emeljük ki, tehát ez egy ilyen sajátos kritika, amikor a jót halljuk, de azt gondolom mindenkinek szüksége van nekünk különösen arra, hogy legyen elismerés, és megerősödjünk, felemeljen minket a munkánkból, hogy erre kell haladni. A Bács-Kiskun megyei építészkamara tagsága a részére kiírt pályázatra idén 9 beadvány érkezett, 5 kecskeméti és 4 a megye más részein lévő épületekről. A háromtagú zsűri Vesmás Péter Ibő-díjas építész, az MMA levelező tagja, Sipos György Vedres István-díjas építész, valamint Pap Ádám építész és műemléki szakértő végül a 4 építésznek ítélte oda a díjakat. Bozsódi Csaba a nemrégiben átadott Kecskeméti Atlétikai Centrum épületének terveivel pályázott és nyerte el a Bács-Kiskun megye építészeti díját.
A sport és természet közös találkozási pontja a kalocsai vízitúra megállóhely a Messes-Duna parton. Szabó László építész álmodta meg, amiért szintén átvehette a megyei díjat. Vincellér Zsolt a kecskeméti református templom külső és belső rekonstrukciójáért és korszerűsítésért vehette át az elismerést. A praktikuma, szépség és a modern formák találkoznak egy helyen, a Báncsvíz ZRT új laboratóriumi épületében, amelynek megtervezéséért Mónus Krisztián is átvehette a rangos elismerést. A díjazott építészek egy szemük Zsuzsanna szobrászművész által készített szobrot kaptak, továbbá egy az épületeken elhelyezendő üvegtáblát is, mely azt hirdeti majd, hogy a létesítmény elnyerte a Báncs-Kiskun megyei építészeti díját. Nagyon színvonalas volt az összes terv. Ugye az, hogy valami egyszerű kinézetre, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az mondjuk alacsonyabb színvonalú lenne, tehát sőt, bizonyos esetekben a kevesebb több, mint ezt tudjuk, és én azt láttam, ahogy a tablókat én is végignéztem, hogy igazán büszkék lehetünk ezekre a munkákra. Legtöbbjük az középület volt, egy családi ház érkezett be pályázatként, a többi az mint középület, de abban is annyira sokféle a kikötőtől kezdve a templom rekonstrukcióig, az óvoda bővítésig, tényleg mindenféle épület van, és ezért is nem határoztunk meg kategóriákat, nehogy az legyen, hogy egy kategóriában be se fér valamelyik, hanem azt kértük a zsűritől, hogy nézze meg önmagában az építészeti értékeit ezeknek a terveknek, és az alapján döntse el, hogy melyik az a négy, legfeljebb négy díjazott, akiknek átadhatjuk ezt a dicséretet. Az ünnepségen idén először átadták a Mende Valér díjat is, melyet dr. Farkas Gábor DLA Prima Primissima díjas építész alapított saját pénzéből is áldozva rá. A díjat egy olyan fiatalon elhunyt építészre nevezték el, aki Kecskemét városképét napjainkig befolyásoló épületeket álmodott meg, többek közt a református új kollégiumot és a Luther palotát. A pályázaton 23 és 35 év közötti fiatal építészek indulhattak, mely szintén nem volt véletlen. Úgy gondoltam, hogy ha ezt valaki megkapja, egy fiatal tehetséges építész, őnek lehetősége lesz azzal, hogy hasonló riportokkal, meg egyébek, amik majd a díjátadás kapcsán elhangzanak, vagy díjakkal, vagy beszélgetésekkel ismerté válik, és meg fogják keresni azok a megbízók, akik valamilyen minőséget szeretnének csinálni. És ehhez én úgy gondolom, hogy ezzel ez hozzájárul ahhoz, hogy ki tudják bontakoztatni, meg tudják mutatni a tehetségüket. Gábor, könnyű ma építészként elindulni? Ha valaki frissen végzett, akkor nehéz ez a szakma? Már az érvényesülés szempontjából? Mindig is nehéz volt egyébként, de most is nehéz, mert egyre inkább minden évben ugye 5-600 építészmérnököt bocsájtanak ki a különböző egyetemek. Na most ezek közül már nehezebb kitűnni, mint abból az időben, amikor én végeztem, akkor 180-an végeztünk. Tehát nagyon kicsi az esély arra, hogy olyan helyzet fog tudni kialakulni, amelyben meg tudja mutatni a tehetségét. Sajnos nagyon sok kollégát láttam hosszú szakmai pályafutásom alatt, akik nem jutottak kellő feladatokhoz, és nem tudták kifutni magukat feladatok hiányában. Az első Mende Valér díjat Ordasi Ágnes építőművész kapta. A fiatal építésztől nem állnak messze más művészeti ágak sem, így az épületek mellett a belső építészet, de akár a színházi díszletépítés terén is kipróbálta magát. A különböző dolgok nagyon hatnak egymásra, akár a díszlet, akár például a Hellowoodos építőtáborok azóta is megjelennek az építészeti tervezésemben is, mint alapelv, úgyhogy nagyon jól átjárhatóak ezek. Dr. Farkas Gábor a helyszínen azt is elmondta, stábunknak a fiatal építészekre egyre inkább jellemző az útkeresés és kísérletezés egyben, amit nagyon szerencsésnek tart. Örül annak is, hogy a Mende Valér díj láthatóan remek fogadtatást kapott mindenhol. Életműdíjat kapott Mikulás Ferenc, a Kecskemét Film Kft. Animációs stúdió megteremtője. A rangos elismerést a szolnoki Alexander Trauner Art Film Fesztiválon vette át. Mikulás Ferenccel jövőbeni terveiről is beszélgettünk. Az elmúlt hetekben többször is hírtattunk Mikulás Ferencről, a Kecskemét Film Kft. Ügyvezető igazgatójáról. Beszámoltunk arról, hogy készül az Árpádházi Szentek animációs sorozat, valamint elsőként jelentettük be, hogy Hungarikum lett a magyar népmesék. Most egy újabb, méltó elismerést kapott Mikulás Ferenc, mégpedig a szolnoki Alexandre Trauner Art Film Fesztivál életműdíját vehette át.
a kecskeméti animációs stúdió megteremtőjénél jártunk ma. Két szempontból is lehet nézni, hogy mindenféleképpen örülök, hogy észreveszik az embernek a munkáját, ugyanakkor pedig, hogy életműdi ez egy kicsit, mint hogyha már befejeződött volna az élete, tehát vissza kell tekinteni arra, hogy mit csináltam, és ez egy kicsit zavarja az embert, pedig én még olyan sok mindent szeretnék csinálni. Mikulás Ferenc ma is szokásához híven szerényen nyilatkozott. Mikor megkérdeztük, mire a legbüszkébb, nem a saját érdemeit, munkáit emelte ki, hanem azokat az embereket, akik nélkül nem tudott volna sikereket elérni. Olyan kollégákkal dolgoztam, akikkel jó volt együtt dolgozni, és tudtam segíteni, hogy megvalósítsák saját magukat. Tehát nagyon sok fiatal ide került középiskola vagy egyetem után, és hát itt futották be pályájukat, itt lettek felnőttek. A társaság 90%-a nem kecskeméti, tehát egy kicsit itt otthont lehetett nekik biztosítani, és mint említettem, hát kiteljesedett a tehetségük, képességük, és hát egy fát készítettünk most az itt dolgozókkal, több mint 200 fiatal dolgozott itt, akik aztán más pályára is mentek, más területen futottak be, és képességeket mutatták. De ezen kívül pedig hát voltak, akik külföldre távoztak, meg esős voltak olyanok is, akik már eltávoztak más mezőkre. A visszatekintés után Mikulás Ferencet a tervekről kérdeztük. Mint kiderült, van még mind dolgozni. Be kellene fejeznünk a Toldi sorozatot a határidőre, csak éppen a zeneszerző koronavírusos lett, úgyhogy ez egy kicsit problémás. Hát el kell kezdenünk tulajdonképpen igazán gyártani az előbb említett árpádházi szenteket, és folytatjuk a cigánymeséket, és hát másik két egészen más jellegű dolog, de kapcsolódik a szakmánkhoz. Egyik az animátor képzés Kecskeméti beindítás az egyetemen. Magyarországon van két egyetem, ahol animációs rendezőket és tervezőket képeznek, de animátorokat nem. Úgyhogy kénytelen vagyok itt a Naima János Egyetemen ezt beindítani, és szintén az egyetemhez kapcsolódik a Magyar Animációház, az Animációs Múzeum, ami úgy néz ki, hogy végre zöld utat kap, és meg tud valósulni. Hát több mint 10 évvel ezelőtt kezdtük el, egy alapítványt hozott létre a város ennek megsegítésére, megvalósítására, és hát úgy néz ki, említettem, hogy most került abba a stádiumba, hogy valójában megvalósulhat. Amíg bírom fizikailag, meg szellemileg, mindenféleképpen fontos. Ezen kívül pedig hát az helyzet egy kicsit bele is kényszerülök bizonyos dolgokba, hogy ne csak a stúdió ügyével foglalkozzak. Itt van az Animációs Fesztivál, a Magyar Animációs Fesztivál. Ezen kívül nagyon sok helyre meghívnak zsűribe, és akkor is a Magyarországot kell képviselni. Hát az utóbbi időben tényleg Hiroshima-ban, Pekingben, Dél-Koreában, ezen kívül Portugáliában voltam zsűritag, Teheránban, és ott, ahol lehet, akkor a 100 éves magyar animációt is bemutatjuk kiállítás és vetítés formában. De ezen kívül pedig hát van egy ösztöndíjrendszerünk is, a fiatalokat támogatjuk, fiatal animátorokat. Most is van egy fiatal ember, aki éppen jövő héten jön hozzám, aki havonta 100 000 forintot apa, ahol egyetemnek a hallgatója. Mikulás Ferenc bár idén 80 éves, eszeágában sincs pihenni. A tervek megvannak, és őt ismerve biztosan megvalósítja mindazt, amit még szeretne elérni az életben. A kiemelőben most nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm! Ön a Siesta legújabb adását látja. A nagyváros nagyon sok lehetőséget jelent, és ezzel együtt nagyon-nagyon sok olyan helyzetet, amit nem magunknak kell megoldani. Ellenben vannak olyan társaink, akik kint élnek tanyán, vagy kisebb bokor
településeken, ahol azért jóval nehezebb az élet. Hogy ők mit tehetnek? Nos, szerencsére számukra is létezik egy védőháló. A tanyagondnoki és falugondnoki szolgálat azért dolgozik az év 365 napján, hogy az ott élőket, a külterületeken élőket segítse, és valamilyen formában próbáljon nekik egyenlő feltételeket biztosítani. Hogy ez hogyan sikerül, milyen munkát végeznek, és persze mi az, amiben akár még mi is tudnánk nekik segíteni, ennek járt utána Erdei Orsolya anyagával. Meghatalmazást visznek, és viszik a tajkártyáját annak az embernek, akinek kiváltják a gyógyszereket. Csörsznyi Zelenák Katalin, a Falugondnokok Dunatisza Közi Egyesületének ügyvezetője arról beszél éppen, hogy a COVID-járvány miatt bevezetett telemedicína megkönnyítette a falu és tanyagondnokok dolgát. Korábban az orvoshoz is el kellett menniük a meghatalmazással, mivel azonban már telefonon keresztül történik a gyógyszerfeliratás, csak a gyógyszerek kiváltásáról és kiszállításáról kell gondoskodniuk. A falugondnoki szolgálat feladatkörét azonban inkább megnövelte a járvány. A COVID helyzet az egy megnövekedett munkát jelentett a falu és tanyagondnokoknak, mert sokkal több embernek kellett elmenni, bevásárolni, beszerezni a gyógyszereket, az élelmiszert. Tehát, hogy minden olyat, amit addig esetleg külön elintézett, akár az idős, akár a fiatal, akár a kisgyerekes, azt most mind ráhagyta a falugondnokra. A falu és tanyagondnokok a diákok tanulását is segítették a digitális oktatás időszaka alatt, hogy ne szenvedjenek hátrányt az internet vagy a számítógép hiánya miatt. Amikor ugye az iskolák leálltak, meg az óvodák, akkor ugye a gyerekszállítás az kiesett, és akkor azt nem kellett, viszont a nagyon sok tanyai gyereknek nincs internete, nincs számítógépe, és ott bizony az iskolai feladatokat azt a tanyagondnok vitte ki egyenként, és ő szedte be a megoldásokat, és vitte be az iskolába. Szeptembertől már nem az iskolai feladatokat, hanem a gyerekeket kell újra szállítaniuk a tanyagondnokoknak. Emellett az egyre hidegebbre forduló idő is hozza magával a szokásos feladatokat. Most, ahogy jön a hideg, ugye először is a fűtőanyag beszerzés, ugye az egy nagyon, nagyon fontos, hogy ugye senki nem fázhat meg, azért ez nagyon, nagyon lényeges dolog. Úgyhogy most ezeket intézik először a falugondnokok, hogy azok, akiknek megítélték a településen a fát, egyebet, azt mind kiszállítják, és fölvágják, és elrendezik. A falu és tanyagondnokok igyekeznek ésszerűsíteni szerteágazó feladataik ellátását. Az, hogy legyen egy nap egy meleg étel, az azért nagyon fontos. És általában úgy igyekeznek a falugondnokok ezt megoldani, hogy az ebédszállítás köré csoportosítják a kimenetet, hogy a gyógyszert is akkor viszik ki, a bevásárlást is akkor viszik ki. Tehát, hogy ugye a 6-8-10 kilométeres messzességbe levő tanyavilágba nem lehet ide-oda szaladgálni, mert hát az anyagilag is nagyon költséges, de megoldják mindenképpen ezt a feladatot is. Van-e elegendő ember ezekre a feladatokra? Mert azért eléggé összetett, meg sokrétű ez a feladatkör itt Bács-Kiskun megyében. Hát Bács-Kiskunban ugye a falugondnokok, egy falu, egy falugondnok. A tanyagondnokok a tanyavilágban úgy néz ki, hogy 400 főnként van egy tanyagondnok.
A falu és tanyagondnokok az emberek barátaivá válnak. Csörsznyi Zelenák Katalin elmesélte, hogy volt olyan, hogy egy kismama nem a mentőt hívta, amikor érezte, hogy szülni fog, hanem a tanyagondnokát, aki aztán persze intézkedett a továbbiakról. A falu gondnokok Dunatisza közi egyesületének ügyvezetője arról is beszélt stábunknak, hogyan válik valaki falu gondnokká. Falu gondnok és tanyagondnok bármilyen eredeti foglalkozású ember lehet, tehát lehet például asszisztens, de lehet egy gépkezelő, lehet egy traktoros, lehet bolti eladó. Tehát ugye a legváltozatosabb eredeti foglalkozású ember lehet, de lehet egy óvónő is. És ezek az emberek, akiket a település kiválaszt, ezek jönnek egy falugondnoki képzésre, ahol megtanulják, hogy mi a feladata a falugondnoknak, hogy kell egy közösségben működni, hogy kell szervezni egy csoportot, hogy kell egy ünnepséget levezényelni például, vagy egyáltalán bármit, ami feladata van, tehát ezt megtanulja, és ugye aztán végzi a tevékenységét, és aztán ugye bármi bekövetkezhet, mert bekövetkezhet, hogy nyugdíjba megy valaki, bekövetkezhet, hogy lebetegszik valaki, vagy éppen más foglalkozást talál magának, akkor ugye új embert kell választani, újat kell keresni, akkor szintén a település hirdeti meg ezt az állást, és ő választja ki, hogy ki legyen ez az ember, akit az ottani emberek elfogadnak, és akit szeretnének. A falugondnokok Dunatisza közi egyesülete 5 megyét ölel fel. Bács-Kiskun mellett Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében dolgoznak. A falugondnoki találkozókat mindig máshol tartják, és ezen alkalmakon megnézik, hogy melyek ott helyben a problémák, miben lehet segíteni, és mi az, amit más területeken át lehet venni jó gyakorlatként. Az egyesületnek nemrég zárult le egy fontos pályázata. Ennek eredményeiről is kérdeztük Csörsznyi Zelenák Katalint. 30 éves ugye a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, és megmutattuk, hogy mi az, amiben változott a 30 év alatt a szolgálat, mi az, amiben... Tehát, hogy akár pozitívan, akár negatívan változott. Azután készült egy kutatás a falugondnokságról, annak az eredményei is megismerhetők. Azután készült élményfilm, 2,5 perces, és ez igazából számomra is nagyon, nagyon rövid, hogy 2,5 perc alatt mit lehet elmondani a falugondnokságról, mert készült már több film, 20 perces, 30 perces, 40 perces, amin ugye ki lehet fejteni, hogy mit csinál egy falugondnok. Ez a 2,5 perces, hát ez fölvillantott egy-egy tevékenységet, hogy mit csinál a Dunántúlon, mit csinál itt a Dunatisza közén, a gyerekszállítástól, a bevásárlásig, a gyógyszerbeszerzéstől, a templomba járásig, tehát hogy bármit, amivel foglalkoznak, és ez egy érdekesség volt, és ezen fölül nagyon sok találkozásra is alkalmat adott ez a pályázat, mind az egyesület működési területén, mind a külföldi partnerekkel, mert például volt olyan találkozás, ahova meghívtuk azokat, akikkel együtt jártak a falugondnokok, például Erdélyből, Vajdaságból. És akkor ez egy újra találkozási alkalom volt. Akkor volt olyan alkalom, amikor a Vas és Győr-Moson-Sopron megyei egyesület, meg a Dunatisza közi egyesület közös programot szervezett Velencén.
Ugye ez is egy újabb találkozási alkalom, tehát hogy ez mind arra volt jó, hogy a jó gyakorlatokat megismerjük, nézzük meg, hogy kitől mit lehet tanulni, mit lehet átvenni. Sokan vannak, akik azért tesznek, hogy az időseket segítsék, hogy azokat segítsék, akik külterületen élnek, vagy bármilyen más hátrányt szenvednek az élettől. És ha már itt járunk, akkor bizony erre következő Sziasztok című műsorunkban is visszatérünk majd. És persze a szórakozás sem maradhat ki. Néhány tippel már készülünk a karácsonyi időszak előtt, hogy talán az önök ünnepeit is egy kicsit vidámabbá, boldogabbá tehessük. De részleteket jövő hét szerdán árulok majd el. Addig is tartsanak a Kecskeméti Televízióval, és jövő hét szerdán még egyszer a Sziasztával. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Hármas karambol történt az M5-ös autópályán Felső Lajos térségében ma kora délután. A balesetben 7 sérültek meg. Jó ütemben haladnak a Nyíri út és Március 15-e utca kereszteződésében készülő kanyarodósáv munkálatai. A csomópont fejlesztés a vállalkozási szerződés szerint decemberben fejeződik be. Lakossági kérésre november 1-től újabb várakozó helyek válnak fizetőssé. Szemerei Népataki Klaudia polgármester közleményben tájékoztatott, hogy az őszi szünetben minden óvodában elvégzik a fertőtlenítést. Helytelenül tartott lovak megmentéséhez hívták, végül 3 kutyát vettek el gazdájuktól a Mencsvár az Állatokért Alapítvány, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!